Kedves nézőink, pénteken nyílt meg a Szabadidő Központban az Ajka tárlat. Kérem, tekintsék meg erről szóló összeállításunkat. Az Ajka tárlatot ebben az évben Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója nyitotta meg. Tudomásom szerint az első Ajka tárlat 1972-ben valósult meg, majd kis kihagyás után 2000 óta folyamatosan minden évben megrendezésre kerül, és ez igen nagy szó. Az elmúlt egy évben alkalmam volt soron követni, nyomon követni és élvezni, sőt tettestársává válni a 800 éves Ajka ünnepség sorozatnak, ahol Ajka múltja a falusi, a hagyományőrző, a nemzetiségi hagyományok újraélesztése volt a fő cél, és ez nagy sikerrel járt. De az Ajka tárlat a 56 éves Ajka város képződménye, város művészete. Várossá válni nyilván ez egy közigazgatási mozzanat, és ez is nagyon fontos, de várossá egy város akkor válik, hogyha a lelki fundamentumai is megvannak, ezek pedig a művészetek. A tárlat, a képzőművészet, a fotó, a színház, a zeneművészet és Ajka város mindezekben élen jár és előre néz. Ez hatalmas dolog. Engedjenek meg egy kis játékot a szép magyar nyelv különböző fogalmaival. A képzőművészet kapcsán egyik fogalom a kiállítás, a másik szó a tárlat. A kiállítás az egy kicsit passzív, ott áll, önmagát mutatja csak meg a produktum, míg a tárlaton valami más is áramlik ki a alkotások összességéből, egy gesztus, tárlat. Benne van a gesztus fogalma, ahogy Goethe írta, keresd művész a magányt, művet fogany és befejez, de hogy élvezd alkotásod, ahhoz társakat keres. És társ nélkül nincs művészet, közönség nélkül nincs művészet, és mecénás nélkül sincs művészet. Éppen ezért nagy tisztelettel köszönöm a magam nevében, mint néző, az Ajka tárlat fogyasztójaként Ajka város önkormányzatának támogatását, valamennyi cég és támogató támogatását. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg és fejezem ki elismerésemet a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnak vezetőjének, Bábics Valériának és munkatársainak, hogy ezt a kiállítást ilyen szépen, ilyen gonddal, ilyen féltéssel, szeretettel és ízléssel hozták létre ebben az évben is. Köszönjük nyilván az Ajkai Grafikai Műhelynek és vezetőjének, Csabai Tibornak, az Ajkai Képzőművészeti Egyesületnek és más alkotócsoportoknak, alkotóknak, művészetbarátoknak. A 21. század vitathatatlanul a vizuális művészetek korszaka, tele van az életünk technikával, győz a technika, de ezen az Ajka tárlaton mindenek előtt az emberkéz, az ember szem és az ember szív alkotta alkotások dominálnak, és ez borzasztóan fontos dolog. Különféle technikák, különféle anyagok, méretek és nyilvánvalóan különféle minőségek jelennek meg, de mind nagyon-nagyon erős véleményt mond mai létezésünkről, szólnak. Hol csak kacsintanak, hol csak mosolyognak, hol fintorognak, hol kiáltanak, hol sikoltanak, de biztos, hogy el fogják érni az önök szívét és lelkét is. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy ilyen szép számban vannak jelen, hogy ekkora igény van az ajkai képzőművészeti befogadásra, és ez biztosítja a regionális és országos ismertséget is, ami eddig is megvolt, de egészen biztos vagyok, hogy ezzel a tárlattal még tovább erősödik. Színházi ember vagyok, és a színház az gyűjtő művészet, még ha csak alkalmazott művészetként használjuk csak a fotót, a zenét, a táncot, a képzőművészeti hatásokat, néha mellérendeltségben is, éppen azért hívom fel minden jelenlevő művésznek, és üzenem minden művészeti ág képviselőjének, hogy összefogásra, a különböző művészeti ágak és műfajok közötti készfogásra folyamatosan szükség van, hogy még erősebbek tudjunk lenni. Az ajkai tárlatokon eddig résztvevő művészek kezenyoma látszik Ajka város középületein, különböző ajkai felületeken, és rendkívül boldog lennék, hogyha ez a idei tárlat
alkotásaival is, alkotóival is előfordulna. Én egészen biztos, hogy néhányukat meg fogom keresni színházi célú hasznosításra. Beszéljünk egy kicsit a tényekről. A 2015-ös tárlatra 172 alkotó pályázott. A Butak András grafikus művész, Pészabó Ernő művészettörténész, Aknai János festőművész alkotta zsűri döntése alapján 140 alkotó, 178 munkája mutatkozik be a most megnyílt tárlaton. Kedves vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim, kellemes tárlatnézést, kellemes időtöltést, szép ajkai emlékeket kívánok önöknek, és őszintén köszönöm, hogy meghallgattak. A megnyitó beszéd után adták át a zsűri által odaítélt alkotói díjakat. Ajkaváros önkormányzatának díját T. Szabó László festőművész vehette át dr. Horváth József alpolgármestertől. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont díját Ugi Miklós festőművész vehette át Bábics Valéria igazgatónőtől. A Zavarajka Kft. Díját Huller Ágoston festőművész érdemelte ki, aki jelezte, hogy sajnos nem tud jelen lenni a megnyitón, így nevében Magyar József festőművész vette át a díjat Dukán Katalin környezetvédelmi vezetőtől. Az Avép Ajka Kft. Díját Tihanyi György fotós kapta, aki szintén jelezte, hogy sajnos nem tud jelen lenni a megnyitón, így nevében testvére Horváthné Tihanyi Katalin vette át a díjat Zékány Lajosnétól, a Kft. Képviselőjétől. A Baumidek Szépítőipari Kft. Díját Csabai Tibor grafikus művész vehette át Bolláné Pék Bernadettől. A Helios Cukrászda és Agora Kávéház díját Szabó Zsuzsanna üvegművész formatervező vehette át Kis Gábor üzletvezetőtől. A Magyar Grafikus Művészek Szövetsége által felajánlott díjat Deák Németh Mária grafikus művész vehette át. A szövetség megbízásából Bábics Valéria, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont igazgatója adta át a díjat. A Löbeléje Formaöntöde ZRT díját Horváth Orsolya fotós vehette át, a ZRT nevében Vándorfi László adta át az elismerést. A Dorner Alumínium Öntöde díját Papp Béla festőművész vehette át Dorner László tulajdonostól. A Bakony Gaz ZRT díját Magyar József festőművész vehette át Nemesné Vadas Bea üzletvezetőtől. Az Ajka Kristály Kft. Díját Székány Gábor szobrász vehette át Harsányiné Varga Márta gazdasági vezetőtől. A kiállító művészek és a meghívott vendégek tiszteletére rendezett fogadás előtt Utasi István, az önkormányzat művelődési, oktatási és sportbizottságának elnöke mondott köszöntőt. Ezt a mai találkozót én nem akarom átkeresztelni, de én úgy értelmezem, hogy a művészek randevúja volt, hiszen képzőművészet mellett az iparművészet is megjelent. Azon kívül egy igen jelentős személy, Vándorfi úr nyitotta meg a kiállítást, aki a színházművészetet képviselte, és a háttérzenét egy kiváló zenész szolgáltatta, tehát találkozott a képző iparművészet, a színházművészet, és találkozott a zene is. Nyilván több művészeti ág már nem fért bele se a terembe, se a programba, ezért elsősorban a képzőművészek azok, akik a főszerepet vállalták ebben a randevúban. Én megköszönöm mindenkinek, aki elhozta a munkáját és bemutatta, és talán ezt a szürke és zaklatott hétköznapot egy kicsit színesebbé teszi a számunkra. Remélem, hogy a következő kiállításra már készülnek az anyagok, és szép anyagokat mutatnak be, mivel sok kiváló művész volt itt a társaságban, és ahogy én ismerem itt a ajkai légkört és a körzet személyzetét, életművészek is megjelentek, és mivel kicsit sokat beszéltünk az előadáson, zárt volt a légkör, megköszönöm mindenkinek a figyelmét, kívánok jó alkotókedvet, és mindenkinek jó étvágyat, egészségükre, az ebéd, illetve a vacsora, valamint a különböző édesítősi pezsgő. Köszönöm a figyelmüket! Thank you.
megyek.